Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit! Szeretném megmutatni a pillangós képnek, illetve a pillangós kis asztalkának a befejezését. Tehát ugye teljesen megszáradt a kis pillangónk, amit festettünk. Én egy napot hagytam száradni. Most előveszek fekete festéket és egy vékony ecsetet. És amit most csinálni fogok, először is megfestem a virágoknak a közepét. Tehát ugye ez az, ami az előző részből kimaradt, tehát ez egy fontos dolog. Illetve néhány helyen kifogom egy kicsit vastagítani a vonalakat. Tehát meg fogom vastagítani a vonalakat. Én ide sokszor azért teszek pöttyöt, hogy tudjam, hogy utána meddig haladhatok. Így a feketével. Hogyné. Na. Tehát felvesztem a festéket, és nekiállok bizonyos helyeken így megvastagítani a vonalakat, illetve egy ilyen kis, nézzétek csak, ilyen kis kurflit, ilyen kis, mindjárt megmutatom így nagyba. Tehát egy ilyen félkérdőjelet csinálok a levelekre. Jó? Tehát így a leveleknek a felső részéhez. A leveleket is így egy kicsit meg átdolgozom. Kiemelem őket bizonyos egyes oldalukon. Virágokat is. Nem mindenhol, tehát nem a teljes kontúrrészt. Látjátok, itt a kontúrvonalaknál csinálom. Csak így egy picit úgy átdolgozgatom őket. Van, ahol így kicsit ráerősítek a vonalakra. Nekem így szimpatikusabb, valahogy így dominánsabbak a színek. Természetesen ez sem muszáj, tehát nem kötelező, semmi nem kötelező. Nekem egy kicsit így szimpibb. Látjátok a változást? Például, hogyha valahol átfolytak a színek egy picit. Ide például, nem tudom mennyire látjátok, ide átfolyt egy kis zöld. Hát most már nem folyt át egy kis zöld. Tehát ilyen apró trükkökkel tudjátok egy picit finomítani a munkát. Illetve egy egyes részeket jóval hangsúlyosabbá lehet tenni. Én így ezt szoktam így alkalmazni. Jó pofa ez a kis szekrény, mert egy csomó mindent meg lehetett mutatni a festése alatt. Remélem, tényleg ti is tudjátok alkalmazni. És hát ugye még nincs vége. Na. Tehát itt meg vagyunk. Na, én úgy gondoltam, hogy ez így rendben van. Megtörlöm az ecsetet. Most ráteszem a feketére a kupakot. Mert most jön egy barna. Ugyanis a barnával fogok adni egy kis játékosságot, egy kis árnyékot. Jó, vigyázzatok, hogy a feketével ne folyjon össze. Lehet úgy is csinálni, hogy először megfestitek a feketét, megvárjátok, amíg megszárad,
és utána én nem várom itt most meg, mert nagyon vékony a fekete, vagy a, bocsánat, a barna. Jaj, ez kicsit szolventes főpucoló volt. Tehát nagyon, nagyon kis éppen, hogy teszek oda ilyen árnyékokat. Tehát esre mindenhova. Ide mondjuk a virágok közé. Igen. Ide is. És a lepkének a testét, ahol itt kimaradtak, én ugyanezzel a barnával festem meg. Jó, lehet itt a lepikének a szélét is, picit elforgatom, jó? Mert úgy nekem is könnyebb. Nézzétek, csak így a lepikének a szélét is. Mondom, ez sem muszáj, nem kötelező, csak szerintem így egy kicsit jobban nézd majd ki ezektől az árnyékoktól. Ugye még a hátulját meg fogjuk festeni. Azt mindenképpen. Én forgatok rajta, hogy lássátok. Úgy. Igen. És ide. Itt van mellettem a jobb oldalamon a másik kép, amit megmutattam az előző videóban. Most én azért így egy picit figyelem, hogy úgy körülbelül hasonló legyen, mert hát ugye ez egy kis szekrénynek a része, tehát nem árt, hogyha némileg ugye hasonlítanak egymásra. Na, ez így elkészült. És akkor most jönnek az úgymond utólagos kontúrmunkák. Hát fogom, hoppá, kicsit letörlöm a kontúrt. Letörlöm egy picit, meg egy picit kinyomom. Na, nézzük csak. Tehát fogom, és így utólagosan így kicsit belekontúrozgatok így a dolgokba. Ide-oda mellé, bele a virágba. Kicsit mellé. Számomra ettől tényleg meg lesz ez a légiessége, hogy nem ilyen nagyon, nagyon földhöz ragadt mintát követünk. Hoppá, itt belenyúltam egy kicsit a festékbe, ezt letörlöm. Tehát csak így lazán, egyszerűen, semmi extra. És nézzetek, csak a lepkénél is csinálok egy ilyet. Tehát így ennyi. Keresek egy papírt, hogy a kontúrt tudjam egy picit megtörölni. Hát itt a leveleknél is. Látjátok? Ennyi a történet. És ugyanezzel meg fogom csinálni, vagy ugyanezt meg fogom csinálni a fehérrel. Tehát a fehérrel jön az, hogy így elkezdek belepöttyözni. Abba a feketébe pöttyözök bele, amit az előbb festettem, semmi baja nem lesz. Tehát a kontúra festékkel ugye teljesen másképp viselkedik, mint hogyha most itt két
festéket engedtünk volna össze, és hát itt én a fehérrel is csinálok pár ilyen kis mintácskát így a leveleknél, virágoknál. De mondom, ez sem kötelező. Tehát ugye pont ez a lényege, hogy ki a saját stílusában tudja ezt elkészíteni, hogyha tetszik. Mondom, akár képre, akár tényleg egy hasonló kis szekrényre. Na és ugye most jön a lényeg, mert ennek a lepkének vannak ám ilyen mindenféle ilyen kis fehér foltocskái, amit gyakorlatilag szintén kontúrral csinálok meg. Tehát látjátok, csak így gyakorlatilag én így össze-vissza festegetem, ahogy esik, úgy puffan alapon. De hogyha valaki szeretne egy szabályos ábrát követni, akkor érdemes hozzá letölteni ennek a pillangónak a tényleg természetbeni eredeti fotóját, mert ott ugye nagyon szépen ki van rajzolva az eredeti minta. Mondom, ez itt simán kontúrral. Tehát ahogy tetszik. Látjátok, mennyire megélénkült az egész kép? Természetesen, hogy a lepkét is lehet más stílusúra festeni, ez csak így egy ötlet. Ó, lepike, na mindjárt kész vagyunk. És akkor még hátra van az én nagy kedvencem, a hogyan fröcsköljünk össze mindent a környéken. Nekem ez annyira jól sikerült az egyik képemnél. Azt hiszem, az nem is üveg volt, hanem az akril kép, a nagy lovas kép, hogy konkrétan a mennyezetem az gyönyörű, szépen ilyen, tele van ilyen barna pöttyökkel. Tehát nagyon, nagyon jól sikerült. Na most én fogok egy másik ecsetet. Egy ilyen, hát én most egy ilyen lapos ecsetet, remélem jól látszik a képen. Gyakorlatilag fogom, belemártom az üvegfestékbe, és hát így egy másik ecseten így elkezdem püffölgetni. Látjátok? Na most itt van az a játék, hogyha olyan helyre megy, ahol nem tetszik, akkor azt rögtön ki lehet emelni, viszont akár innentől kezdve a folytatást meg lehet hagyni. Tehát ez ezért egy elég jó pofa dolog, mert ezzel így lehet játszani, hogy ugye ne legyen már olyan hosszú az a vonal, így kiemelek belőle egy darabot. Vagy ha valahova olyan sok pötty ment, hogy az nektek nem tetszik, nem szimpatikus, akkor érdemes onnan kiemelni. Egy pluszban is lehet hozzárakni. Úgyni. Na, ha ez megvolt, akkor ugyanezt el fogom követni a fehérrel. Kitöröltem az ecsetet, nem mostam ki, csak simán kitöröltem, mert ugye, hogyha simán ki van törölve az ecset, akkor bele lehet mártani a fehérbe, mert csak felvesz, bocsánat, ez a szolvent, és a fehérem, és ugyanígy belemártom, és fogom, és így egyszerűen rácsöpögtetek. Itt ugye bele lehet menni az eredeti képbe, mert hogy az amúgy is fehér. Ide úgy szeretnék, meg vagyok egy hosszú vonalat. Úgyné, szerintem én ezzel így abba is hagytam ezt a nagy csepegtetést. És akkor gyakorlatilag elkészült a pillangónak ugye a felső része is, tehát ugye most így a minden a helyén van,
és annyi lesz még, hogy meg fogjuk festeni az alját, illetve hát ugye a hátulját, illetve ugye a tetejére ugye el fogom mondani, illetve hát megmutatom nektek, hogy mi az, ami készülni fog, jó? Tehát akkor nagyon kellemes alkotást kívánok, és akkor szeretettel várlak benneteket a folytatásnál. Sziasztok!